Bár a Babits Kulturális Központ mindennapjaiban még mindig nagy szerepet játszik a vírus elleni védekezés lebonyolítása, a háttérben a szakemberek már a Covid utáni időkre készülnek. Az is biztosan eldőlt, nem lesz idén sem pünkösdi, sem mesefesztivál, viszont a nyár már meghozhatja a programokat. Berlinger Attila igazgató azt mondja, kisebb rendezvényekkel indul majd a szabadabb élet. Azt gondolom, hogy a nyáron egy fokozatos nyitással lassan visszatérhet az élet. Tervezünk tematikus táborokat a Babits Mihály Kulturális Központban, elsősorban ugye gyerekeknek, illetve amennyiben már szabadtéri programokat is engednek szervezni, úgy akár a Vármegyeháza udvarán, akár a Prometheus Parkban egy-egy könnyedebb nyári koncerttel, szabadtéri mozivetítéssel próbáljuk szépen lassan az emberekbe visszacsalogatni a jó kedvet és a közösség érzését. Központi kérdés a születinapok megrendezésének lehetősége. A jelenlegi álláspont szerint idén lesz rendezvény, igaz jellegében másmilyen, mint az elmúlt években megszokott volt. Több helyszínen a közönséget egy picikét jobban elkülönítve egymástól tematikus programokkal is készülünk, hogy azért az a program már egy kicsit a régi arcát adja vissza a városnak. Várhatóan nem lesznek idén szuperkoncertek, viszont nagyobb szerep jut majd a szekszárdi kulturális csoportoknak.